Tehát néhány szóval szeretném bemutatni professzorurat. A 1990-től van újra Magyarországon, 56-ban ő elment a világba, és aztán a közgazdaság, tudomány, gyakorlati és elméleti oldalával is foglalkozva jött vissza Magyarországra. Itt szintén az oktatásban, a kutatásban, illetve a gazdaságban is tevékenykedett. A professzor úr elvállalta, hogy az 2014-es választásokra, illetve hát aztán főként az követő időkre megalkotja a pontosan a tanácsaival segíti az LMP gazdaságpolitikáját, gazdasági programjának elkészítését. Ennek kapcsán lévén, hogy úgy tűnik el, kezdődött a kampány, és számos gazdasági kérdés is kampánytémává vált. Szeretném majd kérdezni a professzorat, illetve kérem a közönséget is, hogy tegye föl kérdéseit, amelyek izgatják önöket. Tehát én az első kérdéseknél a megoldás keresés attitűdjével tenném, amit kérdezek. Úgy tűnik, hogy a komoly és erős kampánytéma lesz a devizahitel, amelyre nyilván megoldásokat kell találni, és talán nem is a történetnek a hátterét firtatni, illetve egész biztos, mert az érezzük, a rezsi csökkentés is nagyon erős kampánytéma lesz, amelynek közgazdasági tartalmát, meg ennek a közösségi tartalomnak a kifejleteit szeretném majd kérdezni a professzorútól, hogy látja, és ezzel át is adnám a szót. Hát köszönöm szépen, és köszönöm szépen a meghívást, és hogy eljöttek. Na most, ugye a gazdaságpolitikának van egy, úgy mondanám, csízió tartalma. Tehát mik azok a bazgazdasági lépések, az az adószerkezet, az a kamatszerkezet, és így tovább, ami a gazdasági racionalitást szolgálja. Vannak ilyen tételek. De a gazdaságpolitikának van egy, talán antropológiának is nevezhető, nagyon fontos tartalma, amely kulturális, de mindenek fölött erkölcsi eredetű. Magának a gazdaság, közgazdaság tannak a történelme Arisztotelésszel kezdődik, akinek az volt a szilárd meglátása és véleménye, és így vezette le a közgazdaságtannal kapcsolatos nagyon fontos kezdeti gondolatait, hogy a közgazdaságtan az erkölcs tannak egy alágazata. És ez a szemlélet nagyon erősen jelen volt az európai filozófia és elméleti gondolkodásban egészen a 19. századig. Aztán jött egy nagy változás, ami megpróbálta a közgazdaságtanból valami olyan fajta tudományt faragni, ami hasonlít, ami mimikálja, utánozza a természettudományok jellegzetességeit. Tehát akkor a közgazdászok elkezdtek megpróbálni olyan törvényszerűségeket megfogalmazni, amelyek jobbára tértől és időtől függetlenül érvényesek, érvényel vannak a gazdasági tevékenység általános formáira. Ennek az irányzatnak vannak sikerei, és mint ahogy láttuk 2008-ban, vannak óriási bukásai is. Tény és való, hogy vannak bizonyos törvényszerűségek, amelyeket érdemes figyelembe venni, de az is tény és való, hogy végeredményben erkölcs nélkül nincs társadalom, és társadalom nélkül nincs gazdaság. Ha összeomlik egy adott társadalom erkölcsi szerkezete,
akkor egyenes az út a társadalom megbomlásához, és a társadalom megbomlásától pedig egyenes az út a nyomor, a szegénység és a gazdasági kudarc irányába. Mit mondod az úr? Nem lehet kihallani, hogy nem jó erősítés. Tehát ez egy nagyon fontos összefüggés. És véleményem szerint a magyar gazdaság és társadalom mai vajúdása és vergődése erkölcsi eredetű. Tehát itt tényleg voltak és vannak nagyon komoly közgazdaságtani hibák és vétkek, különböző kormányok által elkövetett vétkek és hibák, de alapjában véve ezen túlmenően mi egy olyan országban élünk, ahol ha a társadalom nem is vesztette el a lelkiismeretét, és remélem, hogy a magyar társadalom nem vesztette el a lelkiismeretét, elvesztette a lelkiismeretének az érvényesítéshez szükséges képességét. És elfogad, eltűr olyan dolgokat, amit normális társadalmak nem fogadnak el, és nem tűrnek meg. És ez a helyzet sajnos nem újkeltű a magyar történelem során, de mindenféleképpen a rendszerváltás okozta nagy megzavarodásban, és a rendszerváltást megelőző nagy történelmi megrázkódtatásokban, amiben sorsunk volt a 20. század, kiemelten a 20. században, egy olyan erkölcsileg megzavarodott helyzetet hozott létre, hogy a magyar társadalom tényleg elfogad dolgokat, amit egyszerűen nem lehet elfogadni. És hogy erre részletesebben rámutassak, csak egy néhány egyszerű példán keresztül. Ugye mindenki számára világos, az az óriási méretű korrupció, amelyben ez a gazdaság és társadalom fuldoklik. Ez ott van előttünk. Nincs mit tagadni. Ezen nincs mit vitatkozni. És mégis azt látjuk, hogy a magyar társadalom nem képes létrehozni, kialakítani egy olyan politikai erőt, ami tényleg felvállalná és megcsinálná a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy ez a korrupció visszaszoruljon. Ilyen jellegű politikai erő annak ellenére, hogy ez egy ismert jelenség, nem kap ebben az országban társadalmi támogatást. Ez a társadalom hajlandó arra, hogy a politika őt megkorumpálja. Ez egy megvásárolható nemzet. Legnagyobb felháborodásomra nem sokkal azután, hogy hazaköltöztem, hogy 92-ben itt járt egy régi ismerősöm, egy amerikai befektető, eltöltött két hetet, nem is két hetet, valami több mint egy hetet Budapesten, és akkor leültünk egy hotelban egy csésze kávéra, és mondtam neki, na, mit szólsz hozzá? És akkor én még úgy láttam ezt az országot, mint egy mindenféleképpen sikerre ítélt társadalom, amely képességei és tehetsége révén tényleg nagyon komoly dolgokat fog megalkotni. És akkor rám nézett, és azt mondta, tudod, ebben az országban minden és mindenki eladó. Úgyhogy én nem veszek semmit. És nem is vett. És igaza volt.
Na most én nem tudom, hogy ebből a nagyon beteg állapotból ez a társadalom hogy fog kikászálódni, hogy fog felépülni. Nem tudom. De azt tudom, hogy nincs az a közgazdaságtani huszárvágás, ami sikerre vinné ezt az országot anélkül, hogy a társadalom ebből a betegségből kigyógyulna. Mert ez az állapot minden észszerű gazdasági megoldás meg fog folytani. Hogy egy néhány kevésbé ismert példát mondjak. A rendszerváltás után a magyar állam 7 milliárd eurónak megfelelő összeget dobott ki az ablakon a malév megmentése címe alatt. 7 milliárd euró volt az az összeg, ami elúszott a malévre. Hetes. Az egyik nagyon jelenleg sikeres légitársaság, amilyen 10 évvel ezelőtt létre lett hozva, az Emirates nevű dubái székhelyű társaságot a tulajdonosok 4 milliárd euróból hozták létre. És ez most egy világcég. Mi 7 milliárd eurót szórtunk szét. Na most, jó. Ennek a jelenségnek egy részét le lehet írni a butaság, a tudatlanság, az ismeretek hiányára, vagy amire, de 7 milliárdot nem lehet csak ennek tulajdonítani. Itt sokkal mélyebb, erősebb mechanizmusok működnek. Most ugye zajlik a nagy botrány a sziget, a hajó sziget körül, hogy ott mi történt. És ott is komoly milliárdok, forintmilliárdokról van szó, amik eltűntek, ki tudja, mi lett velük, ki tudja, hogy történt ez, miért történt ez, és így tovább. És valójában véve semmiféle olyan társadalmi erő nem jön létre, ami ennek a tisztázását, vagy több tucat más helyzet tisztázását ki tudná kényszeríteni a politikával szemben. Ott van, hogy térjünk az egyik említett témára, ez a devizalapú hitelezés problémája. Majd visszatérek magára a devizalapú hitelezés jelenségére, mint egy beteg jelenségre, de most csak az egyik részét kívánom megemlíteni. Hogy van az, hogy egy országban, egy végül is civilizált országban családokat ki lehet rakni az utcára, anélkül, hogy egy arra hivatott bíróság egy jogerős ítéletben megállapítaná, hogy a kilakoltatáshoz szolgáló alaptétel, nevezetesen a hitelszerződés jogszerű volt-e, vagy nem? Hogy van az? Hogyan lehetséges az, hogy egy bankrendszer, egy ügyvédi kamara, egy jegyzői kamara elviseli, hogy létrehoznak egy szerződés szerkezetet, amiben nagyon komoly, komplikált, nagyon nehezen értelmezhető passzusok vannak, és amely jogszerűségének a megállapítását a szerkezet létrehozói, tehát a bankok elszabotálják azzal, hogy az adóst arra kényszerítik,
hogy azt a közjegyző által okiratba testesítsék meg. Mert ugye annak az a következmény, akkor nem lehet többé perelni a szerződés tartalmára vonatkozólag. Hogy van az, hogy egy ilyen szembeötlő jogfosztást egy civilizált jogrendszer megenged, és nem csak hogy megenged, hanem ezek után egy olyan szerződés alapján, amit nem is lehet tartalmilag felülvizsgálni, embereket az utcára lehet küldeni. És senki nem mond semmit. Tehát én komolyan felteszem a kérdést, hova tűnt a magyar társadalom lelkiismerete? Hova tűnt a felebaráti szeretet? Hova tűnt a más ember iránti tisztelet és megbecsülés? Ilyen dolgokat egy normális, épp, egészséges, fejlődésre képes társadalom nem enged meg, mert nem lehet megengedni. Na most, hogy mennyire, hogy hova süllyedtünk, ugye, azt a másik tétel is meglehetősen jól illusztrálja, ez a rezsicsökkentés kérdése. Nem vitatott tény, hogy Magyarországon egy köbméter légtér fűtéséhez mi 40-43%-kal több energiát használunk, mint a németek. És nem azért, mert mi szeretünk melegebben lenni, mint a németek, hanem azért, mert ez az energia többlet kimegy a rossz nyilászárókon, a nem elszigetelt falakon, a nem elszigetelt mennyezeten, és így tovább. A németek most már 30 éve, réges-régen rájöttek, hogy az energia hatékonyság egy sikeres nemzetgazdaság kulcskérdése. A hatékonyság kulcskérdése. És hogy meg kell oldani bizonyos problémákat mind az energia termelés oldalán, és ezek az alternatív energia kérdések, és meg kell oldani égetően fontosan az energia felhasználás oldalán. És meg is oldották. Megcsinálták, hogy náluk bejött a korszerű fütés és fűtés technológia, kialakították a technológiailag megfelelő nyilászárókat, szigetelés technikát, és így tovább. Mi ennek a következménye? Hát az első következménye az, hogy létrehoztak egy ágazatot a náluk is jelenlevő, bár Magyarországon sokkal nagyobb számban jelenlevő, alulképzett, szerény képzettséggel, szerény készségekkel rendelkező társadalmi réteg számára. Egy nyílászáró lecserélése, egy szigetelés berendezése, beépítése nem kíván különösebben magas szakmai felkészültséget. Tehát ennek a tevékenységnek és a karbantartásának és a felújításának a feladata egy olyan társadalmi rétegre hárul, ami ezt tudja csinálni. Magyarországon a munkavállalókorú lakosság fele, valamivel tényleg több, mint fele, ma nem képes azokat a gazdasági javakat kitermelni, amiből eltarthatná magát. Nem képes a saját eltartás létfenntartásához szükséges gazdasági gyümölcsöket előteremteni. Aztán nem képes, mert nem rendelkezik a képességekkel, nincs rá lehetősége, történt vele valami, és így tovább, és így tovább. Az ugye sokféle tényezőnek a szomorú gyümölcse.
De gondoljunk bele, a fele, a munkavállaló korús lakosság fele nem tudja saját magát eltartani. Hogy lehet ez? Hogy lehet egy olyan gazdaságpolitikát kialakítani, ami ezt figyelmen kívül hagyja? És ez a szám mondjuk romlott az elmúlt néhány évben, de nem nagyon. Ez nem egy új szám, ez nem egy új jelenség. 6 évvel ezelőtt talán ez a szám egy 45% volt. De, tehát ez nem új. Ez ránk zuhant a rendszerváltással, ez a szám, és azóta egyetlen egy kormány se vette komolyan azt a feladatot, hogy már pedig ezzel meg kell birkózni. Na most, tehát most jön a rezsicsökkentés, ami azt mondja, jó, most képzeld el, szavaz rám, mert én le fogom csökkenteni a te energia áraidat, a számládat 10 vagy 20%-kal. Hasonlítsuk ezt az elképzelést össze azzal, amit a németek csináltak. Azt mondták, nem fogjuk a te számládat lecsökkenteni azzal, hogy rezsicsökkentést rendelünk el, de le fogjuk csökkenteni 43-45-46%-kal a fogyasztásod. Nem azért fogsz kevesebbet fizetni rezsiköltség gyanánt, mert fejbevágtuk az energiaszolgáltatókat, hanem azért, mert kényszerítettük az energiaszolgáltatókat arra, hogy korszerűsítsék az energiafelhasználást, és itt az E.ON-ról van szó, ami Németországban állami tulajdonban van, úgy, hogy a te fogyasztásod csökkenjen. Azért, nem azért lett kisebb a számlád, mert nem engedjük, hogy az E.ON neked számlázzon, hanem azért, mert kevesebbet fogsz fogyasztani. 40%-kal kevesebbet. Nem 20%-kal csökkentjük a számládat, hanem 40-nel, mert annyival fogsz kevesebbet fogyasztani. És tudod mit? Közben mi létrehozunk egy jó néhány százezer munkahelyet. A felhasználási oldalon, és tudod mit? Mi létrehozunk további jó néhány tízezer másik munkahelyet a másik oldalon, az előállítási oldalon, és tudod, mi lesz a végeredménye? Az, hogy Németország lesz az alternatív energia technológiájának a vezető gazdasága. Na most ezt nevezem én gazdaságpolitikának. Ezzel szemben a magyar társadalom vígan és dalolva üdvözli a rezsicsökkentést. Ne? És akkor ott van még a további tényező, ami nagyon súlyos, hogy a többletfogyasztásból nő az energiafüggőségünk, és romlik a folyófizetési mérleg. Az a 40%, ami kiment az ablakon, mert az nem volt rendesen megcsinálva, az 40%-kal több pénzt jelent az energiaimportra kötelező, elkerülhetetlen fordításra. Ezt ki kell fizetni. És akkor nem marad pénzünk. Csodák csodája. Nincs pénzünk. És fázunk, és nem vagyunk jól. De hát most kaptunk egy 10%-os vagy 20%-os rezsicsökkentést. Hurrá! Na most, én tényleg nem értem. Egy okos, értelmes ország hogy lehet ilyen hülye? Nem értem. Hogy lehet ebbe belemenni? Hogy van az, hogy ebben az országban nincs senki, aki felállna és képes lenne előadni, hogy hát Orbán úr, hát ne hülyéskedj, ez egy marhaság. Nem lenne semmi. A világ ezt nem így csinálja. Hát hova tartunk? Nem. Jön a szocialista párt. Én még 5%-ot csökkentenék. Én is helyeslem a rezsicsökkentést.
És maga az LMP is, meg kell mondanom, ott ül tanácstalanul, hogy most akkor mit lépjünk, mert hát ugye a választók azt szeretnék, hogy ugye nekik ez tetszik, és hogyha nem vigyázunk, akkor abból baj. Miközben a legalapvetőbb tények azt bizonyítják, hogy ez egy nagy marhaság. Na visszatérve akkor a másikra, és akkor befejezem, és akkor mehetünk tovább egy másik kérdésre, a deviza alapú hitelezés. Ugye én azt hiszem 2006-ban írtam az első cikkem arról, hogy ez nem egy jó dolog. És valamikor 2009 táján használtam először ezt a közben eléggé gyakran használt kifejezést, hogy a deviza alapú hitel egy hibás termék. Na most miért hibás termék a deviza alapú hitel? Most egyszerű. Az emberiség elmúlt több mint 2000 éves tapasztalata alapján a kölcsön, és valaki lehet portugál, vagy norvég, vagy magyar, vagy szlovák, vagy ami, mindenki számára a kölcsön az az összeg, amit ő kézhez kapott, és ő azt az összeget, amit ő kézhez kapott, köteles visszafizetni. Ez a kölcsön. A kölcsön nem részvény, aminek a tőke összege járkál felé és alá, mint a WC ráma, vagy valami. A kölcsön egy meghatározott, és ráadásul hozzáteszem, ami döbbenetes, a Magyar Polgári Törvénykönyv az 523. cikkében ezt tökéletesen leírja. A kölcsön egy meghatározott összeg, amit a bank vagy más hitelező az adós rendelkezésére bocsát. Ezt írja a Magyar Polgári Törvénykönyv. Mire jönnek a bankok, meg ilyen jogász emberek, és azt mondják, hát jó, az igaz, hogy a meghatározott összeg az, amit az adós rendelkezésére, az, amit az adós rendelkezésére bocsátott a bank, és az, amit a bank az adós rendelkezésére bocsátott, valóban forint volt, nem tudom, vannak itt deviza hiteles, deviza alapú adósok jelen? Nincs senki. Jó, nagyon jó. Igen, ugye. Én nem ismer, még nem találkoztam olyan deviza alapú adóssal, akinek a számláján svájci frank jelent volna meg. Szerződésben devizában kötött. De mit írtak jóvá a forintot? Tehát mit adtak, mit bocsátottak az ön rendelkezésére? Aktuális árfolyamon a deviza kölcsön összegét. Tessék? Aktuális árfolyamon a devizában, de minimált kölcsön összegét. A rendelkezésére bocsátottak egy forint összeget, amit egy későbbi úgynevezett valutanapon átszámítottak devizára. És azt mondták, hogy ez a későbbi valutanapon átszámított deviza összeg az ön adóssága. Így van? Hát a szerződésben, én így emlékszem, devizában írva, de... De hogy került oda a deviza? Maga nem kapott devizát? Nem, kétségtelen nem. A szerződés és a tények között van némi hiátus. Na jó, de hát... Már is itt van a probléma. Ugye? Tehát akkor a szerződés hazudik. Kvázi. Ugye? Tehát a tény az, hogy a rendelkezésére bocsátott összeg forint volt. Tehát a meghatározott összeg nem lehet más, mint az, amit kapott, és az, amit kapott, az forint volt. És amit a legfontosabb, amikor a polgári törvénykönyv és több mint 2000 év gyakorlata azt mond, hogy ez egy meghatározott összeg, ugye? Akkor azt mondja, hogy ez a meghatározott összeg nem változhat. Ez nem valami olyasmi,
amit indexálunk valamihez viszonyítva, legyen az deviza, vagy az időjárás, széljárás, vagy... ne, ez egy meghatározott összeg, ez annyi. Ezt tetszett kapni? Ennyivel tetszik tartozni? Schluss. Na most, erre jön, miért fontos ez többek között? Attól eltekintve, hogy az emberiség a kölcsönt így ismeri. Miért fontos ez? Azért, mert a kölcsönzőnek és a kölcsönfelvevőnek és az egész társadalomnak, legyen az a kölcsönfelvevő egy háztartás vagy egy vállalkozás, alapvető érdeke tudni, hogy ez a kölcsönfelvevő vissza fogja tudni fizetni ezt a kölcsönt. A vállalati hitelezés esetében ott van az a rengeteg mutató, amit a pénzügyi szakértők alkalmaznak annak kiszámítása érdekében, hogy a vállalkozás hitelbíró kapacitása mekkora. Ne? Nagyon fontos. Ne legyen túlhitelezés, és ugyanakkor a gazdaság pörögjön, tehát ne legyen alulhitelezés sem. És ennek a szintnek a megállapítása a pénzügyi tudományoknak nagyon-nagyon fontos része. De hogy tudjuk megállapítani egy háztartás vagy egy vállalkozás hitelbíró képességét, ha nem tudjuk, hogy mennyivel fog tartozni? Innen kezdve az egész hitelbírálati folyamat, amit a bankok végeztek, és amiért a bankok gyakran még egy díjat is felszámoltak, egy vicc. Hogyan lehet a hitelbíró képességet megállapítani, ha nem tudom, hogy az adós mennyivel fog tartozni? Na most, ugye erre jönnek a magyar jogászok, hogy de tudjuk, svájci frankban ott van, hogy mennyivel fog tartozni. Na most pénzügyi szempontból ez egy nagy marhaság, mert nem az a kérdés, hogy svájci frankban vagy valami indexben mennyivel fog tartozni, hanem az a kérdés, hogy a várható jövedelmének mekkora hányadára lesz szüksége ahhoz, hogy ezt a hitelt vissza tudja fedezni, fizetni. És ha az ő várható jövedelme nem svájci frank, hanem történetesen forint, akkor hiába indexáljuk ezt a helyzetet a svájci frankhoz, nem állapítottuk meg a hitelbíró képességét, hiszen neki nincs, és előláthatólag nem is lesz svájci frankja. Tehát a svájci frank ebben a tranzakcióban pénzügyi, közgazdasági értelemben egy fantom. Nincs köze a gazdasági jelenséghez, amihez a hitel fűződik. Semmi köze hozzá. Tehát megint ott van, hogy mentünk bele ebbe. Hol vannak azok a szakemberek ebben az országban, akik azt mondták volna időben, hogy álljon meg a menet. Ez egy kamu dolog. Ne tessék csinálni. Ez nem jó. Ugye az Erste Bank, meg a Raiffeisen Bank ezzel a nagyszerű találmánnyal próbálkozott például Csehországban is, meg Lengyelországban is. És nagyon gyorsan, hirtelen elterjedt, hogy ez milyen nagyszerű dolog, és elkezdték forgalomba hozni ott is a deviza alapú, svájci frank alapú, stb. Alapú hiteleket. Mire az akkori cseh államfő, elnök, köztársasági elnök Václav Klaus fogta a telefont, nem szórakozott az Erste vagy a Raiffeisen helyi helytartójával, fogta a telefont, felhívta mind a két bank nagyfőnökét, és azt mondta nekik, hogy hát figyelj, van 2 hetetek, hogy ezt hagyjátok abba,
És ha nem hagyjátok abba, lehúzhatjátok a rolót, és mehettek haza. Viszlát. Mert ez egy kamu dolog. Most miért nem vagyunk mi erre képesek? Egy nyilvánvalóan család dologról van szó. Nem lehet kimagyarázni. És nem lehet kimagyarázni, hogy a család dolognak mi volt a célja és a lényege. Ez is nyilvánvaló. De valahogy nagyszerű egyetemeink és nagyszerű tanszékeink, nagyszerű ügyvédeink, nagyszerű ez az amaz tudósaink erre képtelenek. Miért? Sehol a világon, Közép-Európán kívül, és Közép-Európán belül kiemelkedően Magyarországon kívül deviza alapú hitelezés nem létezik. Ilyen termék Dániában, Angliában, Amerikában, Brazíliában, Ausztráliában, hosszú a lista, nem létezik. Ilyen marhaságot senki se talált még ki. Kitalálták, és becsaptak egy országot. És az országnak nem volt az az immun képessége, hogy ellenálljon, és mi a legtragikusabb, még mindig nincs meg az immun képessége, hogy ellenálljon. Még mindig ott tartunk, hogy a politika ezzel szórakozik. Ugye Bajnai előállt a híres önkéntes banki magatartási kódexel. Önkéntes banki magatartási kódexel. Kevesebbet ért, mint a szentelt víz. Aztán jött Orbán a végtörlesztéssel, ami hatalmas pénzbe került az államkasszának és a bankoknak egyaránt, ami csak arra volt jó, hogy a képviselőház, a képviselők 70%-át gazdagítsa, 70%-a, képviselők 70%-a élt ezzel a lehetőséggel, és a rózsadomb további felvirágoztatásához hozzájáruljon. De nem oldott meg semmit. És akkor ott vagyunk, ahol vagyunk. Ilyen határidők, megbízottak, tárgyalások, bankszövetség, röpködnek kamu számok, és a dolog nem oldódik meg. Mert rossz dolgok más országban is történnek. Amerikában is volt egy botrányos hitelezési gyakorlat. De az amerikai hatóságok mit csináltak? 368 bankot bezártak. 141-et a beolvadásra kényszerítettek. Azok a bank vezetők, akik 2008 előtt ezeknek a toxikus termékeknek a létrehozatalában részt vettek, ma már egyikük sem áll semmelyik bank élén. Azok a felügyeleti alkalmazottak, akik hivatalban voltak, amikor ezeket a toxikus termékeket a bankok létrehozták, már régen nincsenek hivatalban. Megoldották. Mi nem oldjuk meg. Ez a helyzet. És az a kérdés, hogy mi van bennünk, ami miatt mi nem tudjuk ezeket a problémákat kezelni és megfelelő módon megoldani. Na, következő kérdés. Igen, egy picit még a devizahitelhez szeretnék visszakanyarodni a további kérdés előtt, illetve majd vélem, hogy a hallgatóságból is támadnak kérdések ezzel kapcsolatban. Tehát visszagondolva a deviza alapú hitelek valamikor a 2002-2003 táján indultak, és véletlenül abból a attitűdből, hogy előtte az első Orbán kormány idején egy komoly állami támogatású ingatlan
hitelpiac alakult ki, amelynek az állami támogatása, állami támogatás igénye gyakorlatilag a nemzeti költségvetésből finanszírozása, pontosabban a hitel nem felvevők által való finanszírozása exponenciálisan növekedett, tehát gyakorlatilag ellehetetlenült volna a termék, ezért a szocialisták ezt a hitelezési gyakorlatot megszüntették. Jött helyette az a látszat, hogy valami jó történik, és a majdnem támogatott kamat mértékű devizahitel jelent meg a piacon, ahol a nominális kamatérték azonos volt, vagy majdnem azonos volt a államilag támogatott ingatlan jelzálók hitellel. És emlékem szerint érdemben nem is vizsgálta a bank a adós hitelkapacitását, hanem jelzálók hitelt adott, és azt mondta, az ingatlan az elégséges ahhoz, hogy fedezze a kölcsön összegét, és hát, hogyha adott esetben nem lesz képes az adós fizetni, akkor majd a jelzálók érvényesítése megtörténik, és mindenki, vagy legalábbis a bank a pénzén nem marad. Aztán a forint nem úgy viselkedett a devizákkal szemben, mint ahogy azt gondolta a hitelfelvevés idején a hitelfelvevő mindenképpen, lehet, hogy a bank is úgy gondolta, hanem jelentősen elkezdett gyengülni a forint a adott devizához és tömegében a svájci frankhoz képest, aminek az lett az eredménye, hogy jelentősen megemelkedett a törlesztő részlet egyik irányba emiatt, másik irányba meg azért folyamatosan emelkedett a nominális kamatszint is, olyan attitűdből, hogy a szerződésben benne volt, hogy ezt egyoldalúan a bank változtathatja, és amennyiben, és ha nem tetszik a hitelfelvőnek, akkor visszafizetheti egy összegben a kölcsönét. Tehát leginkább azt gondolom, abból a igényből alakult ki a devizahitel kölcsönzés, hogy a magyar társadalomnak egy óhatatlan igénye volt arra, hogy kölcsönből valósítsa meg a céljait. Amíg volt állami kamattámogatású hitel abból, amikor nem, akkor pedig a látszat jónak tűnő deviza kölcsönből, és aztán beütött az igazság pillanata, és a gombócot se lenyelni, se kiköpni nem tudjuk, úgy látszik. Tehát én azt a kérdést próbálnám feszegetni, hogy professzor úr lát-e, vagy milyen megoldást lát a megoldásképpen? Igen. Látok megoldást, mindjárt felrajzolom, de én határozottan szeretném kifejteni, hogy azok az érvelések, amit volt szíves felrajzolni, számomra nagyon rosszak. Tehát, én a magyar társadalomnak az tudom, igen, de a magyar társadalom ebben az, ennek az attitűdnek a kifejlesztésében a bankokra támaszkodott, illetve a kormányra támaszkodott. Tehát itt ilyen értelme, én nem hibáztatom a magyar társadalmat. A fodrásznak nem az a dolga, hogy elmerüljön a svájci frank forint árfolyam esetleges 20 évben keresztül várható alakulásának az elmélkedésében, vagy vizionálisában. Neki nem az a dolga. Neki az a dolga, hogy a betérő vendégeknek szép frizurákat alkosson. Adam Smith gombos tűgyára óta tudjuk, hogy a fejlődés motorja a specializálódás. Mindenki a szakmájával foglalkozzon becsületesen, megbízhatóan, annak érdekében, hogy egymásra tudjunk támaszkodni. A cukrász ne próbáljon bankár lenni, hanem készítsen finom rigójancsit. A bankár ne próbáljon finom
Rigó Jancsit készíteni, hanem próbáljon tisztességes, megbízható banki termékeket előállítani. Erről szól egy egészséges ország fejlődése. Tehát az, hogy ja, hát ki gondolta volna, hogy így alakul az árfolyam, ez egy nagyon rossz érvelés. Neki nem ez a dolga. Egy banknak, egy piacgazdaságban az a dolga, hogy a piacgazdaság működéséből fakadó kockázatokat helyesen felmérje, a kockázatokat helyesen beárazza, és a nem vállalható kockázatokat szűrje ki, és óvja meg a nemzetgazdaságot a nem vállalható kockázatok beszivárgásától. Ez egy egészséges, komoly, megbízható pénzügyi rendszer alapfeladata. A piacgazdaság igen, kockázatos üzem, kockázatokkal jár. Valakinek ezeknek a kockázatoknak a felmérésével tudományosan, szakmailag foglalkozni kell. A kockázat felmérését nem lehet a cukrászra hárítani. Nem az ő dolga. Az ő dolga a finom Rigó Jancsi. A kockázat felmérése a bank dolga, és az ő kötelessége, szakmai kötelessége. Itt nincs mese. Nem lehet azt mondani, hogy hát mi beírtuk, hogy ki tudja, mi lesz a svájci frankkal, ő aláírta és vállalta. A világ, a modern világ nem így működik. A modern világ úgy működik, hogy mindenkinek van szakmája, mindenkinek van hivatása, és annak a hivatásnak a legmagasabb szintű gyakorlása az erkölcsi és szakmai kötelessége. És a jól működő demokrácia képes ezt a kötelességet behajtani rajta, illetve hogyha nem képes teljesíteni ezt a kötelességet, akkor kihajtani őt abból a szakmából. Magyarországon ma a bankrendszer élén ugyanazok az emberek állnak, akik ezt a borzalmat a nemzetgazdaságra zúdították. Ezek az emberek nem alkalmasak egy bank, egy pénzügyi rendszer vezetésére. És elképesztő dolgokat mondanak. Ugye, amikor bekapcsolom a televíziót, ott van Kálmán Olga műsorában Csányi Sándor. Kálmán Olga mondja Csányi Sándornak, de hát vezérigazgató Csányi úr, ugye a bankok is hibáztak. Ugye Csányi szépen elmondja, hogy hát az adósok felelősek, meg stb. Ne, de hát azért a bankok is hibáztak. Mit mond erre a Csányi? Hát igen, a bankok annyiban hibáztak, hogy elhitték a különböző kormányoknak, most fogóckodjanak, hogy bevezetjük az eurót. És Kálmán ogott ül csillogó szemekkel, körbe rajongja Csányi Sándort, és nem mond semmit. Na most már bocsátassék meg nekem, mi köze van az euró bevezetésnek a svájci frankhoz, vagy a jenhez? Mert hogyha a bankok euróban hiteleztek volna, ennek a válasznak talán valamiféle racionális tartalma lenne. De nem euróban hiteleztek, hanem svájci frankban és jenben. Miért lett volna jobb a helyzet, ha bevezetjük az eurót? Akkor a svájci frank nem erősödött volna, az euróval szemben nem erősödött fel a svájci frank? Dehogy nem. Vagy Csányi Sándor nem tudja, hogy Svájc nem tagja az eurózónának? És Japán se tagja az eurózónának? Tehát itt világossá kell tenni azt az alaptételt, hogy mindenki, a vízvezeték szerelőtől, a bankárig, az orvoson keresztül, az ügyvédekén és a cukrászokon keresztül, a fodrászig, a saját szakmájának a teljesítésére köteles. És ha az nem teljesíti, akkor az az ő felelőssége. Azért ő viszi el a balhét.
és nem a vevő, nem a kuncsaft. Ilyen nincs. Ez már régen nem így működik a világban, hiszen mindenki tudja, hogy a fejlődés motorja, a felelősség teljes specializálódás. Említette volt, hogy megoldást is. Ja, ja, jó. Igen. Tehát ugye a korábban elhangzottakból világosan kiderül, hogy nézetem szerint a svájci franknak ez a tranzakcióhoz ténylegesen édes kevés a köze. A megoldás tehát az, hogy minden a svájci frankra vagy a devizára utaló szerződés részlet semmis. Marad a puszta tény, hogy a bank az adósnak kölcsönadott X mennyiségű forintot, és az adós köteles azt az X mennyiségű forintot visszafizetni kamatostul. És az a kamat, hogy mi az a kamat, hát azt is előírja a polgári törvénykönyv, hogy egyébként a kamat nincs meghatározva, mert hogyha követik az érvelést, ugye, és minden a devizára vonatkozó paragrafust kihúzunk, akkor a kamatra vonatkozó paragrafust is kihúzhatjuk, mert abban is a deviza van. Semmi gond, polgári törvénykönyv előírja, hogy ebben az esetben a kamat a Magyar Nemzeti Bank mindenkori alapkamatja. Tehát a létező magyar jogi szerkezetben fellelhető a probléma megoldása, és egyáltalán nem komplikált. Kaptam ennyit, idáig fizettem ennyit, itt vannak a törlesztő részeim, tessék elszámolni. Ennek a törlesztő résznek ekkora hányada fedezi a felmerült Nemzeti Bank alapkamat révén esedékes kamatot, és ekkora hányada pedig törleszti az eredetileg megkapott kölcsön tőkeösszegét, jócakát. Ez a megoldás. Teljesen világos. Nem egy nagy tudomány, nem egy óriási micsoda nehéz feladat. Ez ilyen egyszerű. A deviza, ezeknek a szerződéseknek a deviza tartalma kamu. Ez egy fantom. Ehhez, a devizához az adósnak nincs semmi köze. Na most erre ugye azt mondják a bankok, na jó, de hát mi deviza forrásból finanszíroztuk ezeket a kölcsönöket. Erre az a válasz, hát figyelj, hogy te ezt miből finanszíroztad, az a te dolgod. Én adós, nekem nem volt rálátásom, hogy te ezt most ügyesen finanszíroztad, vagy bután, vagy okosan, vagy előnyösen. Én nem tudom, hogy te ezt hogy finanszíroztad, én nem voltam ott, amikor te ezeket a finanszírozási műveleteket végezted, nekem ehhez nincs közöm. Mint ahogy nincs is köze. Tehát nincs rálátása, nincs befolyása arra, hogy a bank ezeket a kölcsöket hogyan finanszírozta. Ez a te dolgod. És hogyha ebből a banknak baja származik, és egyébként közel sem akkora bajról lenne szó véleményem szerint, mint amiről a bankszövetség beszél, erre majd visszatérek egy pillanatra, akkor nagyon sajnálom, a piacgazdaság farkas törvénye az a te sarad. Itt az államnak nem az a felelőssége, hogy megvédje a bankokat, ez sohasem az állam felelőssége. Az állam felelőssége az, hogy megvédje a betéteseket. Ha a részvényesek, a bank részvényesei olyan menedzsmentet választottak, amelyik nem ért a szakmájához, akkor a részvényesek elveszítik a befektetésüket. Mert ha én befektetek egy kávézóba, amelynek a menedzsmentje nem tud kávét főzni, és nem jönnek oda a kuncsaftok, akkor én elvesztettem a kávézóba befektetett pénzem. Itt nincs semmi különbség a kávézó és a bank között.
ha a részvényesek nem tudták biztosítani a szükséges szakmai felkészültséget, amire egy bankot el lehet vezetni, az az ő bajuk. Az államnak van kötelessége mindenütt a világon, és ez a betétek megvédése. Tehát itt egyszerűen arról van szó, hogyha a bank ezt nem tudja kezelni anélkül, hogy fizetésképtelenné válna, akkor az állam, mint ahogy tették azt az amerikaiak, a belgák, az angolok, a franciák, a hollandok, stb. A válság után, államosítja a bankot, hazaküldi a részvényeseket, átveszi a bank irányítását, rendbe rakja, és egy pár év múlva visszaviszi a bankot a piacra. De van intézve. Tehát, na most, ami pedig a bankszövetség állításait illeti, ugye itt mondják, hogy micsoda veszteség, meg hogy nem, meg nem tudja, meg megrodjan, meg stb. Én legalább 4 olyan devizahitelezéssel foglalkozó civil szervezetről tudok, amelyik, és én is ilyen vagyok egyébként, mint magánszemély, felkérte a bankszövetséget és a kormányt, a kormány képviselőjét, nevezetesen Orbán Gábor államtitkárt, hogy nagyon szíves nyilvánosságra hozni azokat a számokat, amelyek alapján ezt állítják. Tehát akkor jó, akkor nézzük meg, hogy tényleg mekkora veszteség érinteni a bankokat, hogyha azt az utat követnék, amit most felvázoltam, mint megoldás. Nem hozzák nyilvánosságra, nem adják ide, nincs betekintés. A civil szervezetek nem vehetnek részt, a deviza alapú adósok nem vehetnek részt ezekben a tárgyalásokban. Nem tudják, hogy mi hangzik el. Ezek a tárgyalások a bank és a kormány közötti mutyik. Ez a helyzet. Ez így volt Bajnaival, és ez így volt Gyurcsánynak, és ez így van Orbánnak. Ha hogy van ez? Mert a deviza alapú adós nem érintett fél ebben a kérdésben? Akkor hol van az ő képviselője ezen a tárgyaláson? Miért nincs jelen? Hogy van az, hogy ezek a szervezetek, ezek az adósok nem kapják meg azt az információt, aminek az alapján a kormány megállapodik a bankokkal valamiféle megoldásban? Miért? Valószínűleg van rá válasz, hogy miért, és én azt sejtem, hogy azért, mert amit a professzor is mondta korábban, Magyarországon minden adó és minden megvehető. Egy civil szervezetről tudok, akinek a vezetője kormány biztos lett. Igen. Ezzel azt gondolom a megvétel ténye meg is valósult. Igen. A többit meg nem is kell megvenni akkor. Igen. Én most azt kérdezném, hogy azt a másik oldaláról vélemény, hozzászólás, valamiféle gondolat nyilván támadt, és szeretném megadni a szót hozzá. Egy bankszövetséges ember beszélgetett, és azt mondta, hogy ha a devizahiteleseket segítik, hát sokkal több forinthiteles ember, aki sokkal nagyobb bajban van, és azokkal is kell akkor valamit kezdeni, hogy ennek mi a valóság tartalma. És mondjuk én meg azon az oldalon vagyok, hogy én nekem nincs hitelem, 20 év meg fogok tenni hitelt élte, nem veszek fel, csak betétem van, de most nem tudom, akkor ez megnyugtató, hogy a betéteseket, tehát hogyha a bank rámegy erre a segítésre, akár devizahiteles, akár forinthiteles, hogy akkor nem vesztem el a bankbetétemet, hanem akkor az államot garantálja ezt a dolgot. Tehát ilyen szempontból az ember védve van. Igen. Van egy limit, egy összeghatár. Tehát ha 100 millió forintja van betétben, akkor az nincsen, csak... Igen. De akkor mi van ezzel a forinthiteles, hogy ez most ez a szövegelés, ami volt délután, ez... Na most ugye a bankszövetség és bizonyos értelemben a kormány is azzal próbálja ezt a kérdést megúszni, hogy a deviza alapú hiteleseket és a forint alapú hiteleseket egymásnak ugrasztja. Tehát azért ne legyen a deviza alapú hitel kérdés megoldva, mert akkor
miért ne segítsük meg a forint alapú hiteleseket is, ugye? Én köszönöm szépen a Bankszövetség részéről ezt a felvetést, mert a forint alapú hitelszerződésekben is van számos disznóság. Tehát hogyha ők azt akarják, hogy azt is oldja meg, én megoldom. De akkor igazán bezárhatnak. Tehát ha nagyon feszegetik azt a kérdést, hogy mi legyen akkor a forint hitelesekkel, akkor arra is megjön a válasz, mert azok a szerződések is hemzsegnek a kérdéses elemekben. Tehát ott is előfordulnak olyan díjak felszámolása, ami nem fedez semmiféle ellenszolgáltatást. Ott is előfordul a kamatszint önkényes, a bank által meghatározott kiszámítása, amit nem lehet objektív módon ellenőrizni. Tehát ott is vannak gondok, de nem ez a dolognak a lényege. A dolognak a lényege az, hogy nem az a kérdés, hogy ki van bajban. Az egy kérdés, de nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy miről szólt ez a banki gyakorlat, hogy professzionálisan, szakmailag ez a gyakorlat mennyire volt megalapozott. És ha nem volt megalapozott, akkor nem volt megalapozott. Tehát arra a kérdésre, hogy mit tudom én, a fogorvos rosszul tömte be a fogat, arra nem válasz az, hogy a sebész elszúrta a műtétet. És akkor hagyjuk a fogorvos békében, hiszen a sebész is elszúrta. Ezek nem összehasonlítható kérdések. Itt van egy szakmai kérdés, a szakmának megfelelő módon intézkedett-e a bank, avagy sem. És ha nem, akkor nem. Nincs, akkor lehet még egy kérdezem, az nem gazdasági, mert abszolút nem érdek a gazdasághoz, hanem inkább politikai tartalmú. Ugye egy szó volt arról, ugye, hogy például az MSZP is azon kell rálicitált erre a rezsicsökkentésre, ugye meg az Orbán átvette az ön kifejezését, tudja, hogy ez egy hibás termék, de visszafelé is van egy olyan dolog, és azt nem tudom, hogy engem kicsit például zavar az, amikor hallgatom akár valamelyik műsorban a Schiffer Andrást, és akkor nem tudom, hiszen nem a Semmeszi Gabriát hallgatom-e, mert ő is elkezd ugyanazt mondani, hogy a bukott baloldal, meg összemosod Gyurcsán Bajnok, akkor nem tudom, hogyha elmosodnak ezek a határok, és ugyanazokat a kifejezéseket használják és súlykolják, akkor az ember nehezen tud eligazodni abba, hogy hát akkor most ki hol van. Tehát, hogy ezek, hogy átveszi a Schiffer, a Selmeszi Gabriela féle kifejezéseket, ez nem állt éppen az ellenpének ahhoz, hogy esetleg fel tudja lépni egy új politika érdekében. Hogy, szóval engem zavar, hogyha ugyanazt mondja, ugyanaz a kifejezésekkel. Most nem tudom, lehet, hogy itt az itt lévő ellenpéseknek én ezt megválaszolni, de mondjuk engem speciál, aki ellenpé szimpatizánsnak éreztem magam, az ilyenek zavarnak, amikor a kommunikációban ilyennel találkozom. Én megértem. De hát nem az én asztalom. Csak azért, mert hogy felmondja, mert volt ilyen utalás, hogy az MSZP az részét ugyanazt a rezsicsökkentésekor, vagy az a, ugye Orbán olyan szépen átvette ezt a hibás terméket. Mondom, ez is egy hasonló dolog, és csak a másik irányból. Igen. Sajnos ennek a tömegdemokráciának egyik átka az, hogy választásokon részt kell venni, és a választásokon eredményt kell érni. De engem is nagyon zavar, amikor ilyeneket hallok. És erősen elbizonytalanodok, hogy ezt akarnám-e, és meg is próbálom szóvá tenni, hogy nem ezt akarom hallani. Én az LMP-nek pár hónap óta tagja vagyok, és mert azt gondoltam, hogy végre egy olyan jelenség majd a politikai palettán, ami komolyan veszi a jelszavait,
igazságosság, fenntartóság részvétel. Ez egy picit sérülni látszik az ilyen kijelentésekkel. De ez csak a magánvéleményem, és senkit nem képvisel magam kívül ebben a kijelentésben. Kérdezem, hogy az előbb elmondottakhoz kapcsolódóan valakinek még véleménye, hozzászólása? Nekem lenne annyi professzor úrhoz, hogy két dolgot tetszett említeni. Az egyik a korrupció, a másik a deviza alapú hitelezése. A deviza alapú hitelezése vissza lett kérdező, hogy hogyan oldaná meg, milyen megoldást talál. Én az első kérdésre kérdeznék rá, hogy a korrupcióra ön hogy lát, hogyan lehetne ezt megoldani társadalmi szinten, ha már így felvázoltuk, és látjuk, hogy és mindenki látja nap mint nap a bőrén keresztül is, érzi, hogy mi van ebben az országban. Egy más, ami nem hangzott el, de nagyon kíváncsi lennék a véleményére, hogy igazából itt ma Magyarországon egy nagy cirkusz megy. Tehát a pártok azon vitatkoznak, hogy ki lesz a miniszterelnök, ki milyen pozíciót kap, egyéb dolgok. Senki nem foglalkozik a vállalkozókkal, a gazdasággal, csak egymást licitálják fölül, és egy nagy badalságot finoman mondva. Ön lát-e abba esélyt, hogy valamilyen kiegyezés jön, és létrejönne egy olyan vezetés, kormány, ami gazdasági emberekből áll. Tehát nem kimondottan politikusokból, és valamilyen szinten ezt az egész gazdasági helyzetet kimozdíták, amiben vagyunk ebből a mutyiból. Köszönöm. Igen, hát ugye az első kérdés első részére azt válaszolnám, és ebben erre is adnék egy választ, hogy igen, van, amikor a Schiffer úgy hangzik, vagy olyan szófordulatokat használ, ami esetleg Selmeci Gabriellára hajaz, vagy emlékeztet. De azért azt szerintem érdemes elmondani, hogy ehhez a párthoz, mármint az LMP-hez, az elmúlt 3,5, most már közel 4 évben semmiféle korrupciós gyanú nem tapad. Ezek a fiúk és lányok áldatlan körülmények között küzdöttek, csinálták, a lelküket kiköpték, és azt szeretném mondani minden tisztelettel, hogy fontosabb ennek az erkölcsi koherenciának a tisztelete és megbecsülése az ország jövője szempontjából, mint azzal foglalkozni, hogy most a Schiffer ilyen vagy olyan szófordulata mennyire volt szerencsés vagy szerencsétlen. Mert itt van a kutya elásva. Ha a magyar választó polgárok a becsületes viselkedést és munkát nem tudják megbecsülni, mert eltévednek ilyen kérdésekben, akkor nem lesz kilábalás. Nagyon fontos, hogy a magyar választópolgár ragaszkodjon foggal, körömmel a becsületes viselkedéshez, és akár tetszik, akár nem, akár szimpatikus, akár antipatikus, az, aki ennek a mércének nem felel meg, az büntesse. Ha korrupt volt, menjen. Nem érdekes, hogy mit ajánl, és mit javasol. Nem érdekes, hogy mennyire vonzó a személyisége. Korrupt volt. Menjen. Ha a társadalom erre nem képes, ne várjon csodát. Mert nincs az az erő, amelyik társadalom közöny és érdektelenség mellett a szükséges változás ki tudja erőszakolni. Nincs az az erő. Sajnos a hatalom természete, hogy korumpál.
tehát a hatalomtól az emberek általában véve hajlamosak a korrumpálódásra. Az egyetlen fék a társadalom. És a társadalom képessége, hogy őket ezért megbüntesse. És félelembe tartsa őket, hogy ha korrupt leszel, meg fogunk büntetni. Na most ez az üzenet a mai magyar valóságban a politikusok felé egyáltalán nem jön át. Ők büntetlenül csinálhatják, végezhetik a korrupt dolgaikat. Sikaszthatnak, elpanamázhatnak elképesztő pénzeket, tönkretehetnek társadalmi rétegeket, és nem bünteti őket ezért senki. Néha jön egy per, az ugye ez a jel vagyunk, de a milliárdok, amik itt forognak, korrupciós ügyek, továbbra is forognak mindenféle zavar nélkül. Ami a gazdasági szakértelmet illeti, én nem vagyok különösebb híve az úgynevezett szakértői kormányoknak. Én híve vagyok a demokráciának, és híve vagyok egy olyan rendszernek, ahol a társadalom elszámoltatja a politikát. Azért, amit tett, és azért, amit nem tett. Más megoldás nincs, mert a szakértői kormány általában véve elszakad a társadalomtól. Tehát ugye, legyünk teljesen őszinték, ebben az országban hagyományosan, vesze-vesze visszamenőleg, de kiélezetten az elmúlt 23 évben a hatalom, az elit rendre hátat fordít a kisembernek. Itt az átlag magyar embernek, az átlag embernek ebben az országban nincs helye. Ezért tartottam ugye a devizahitelezés kapcsán olyan felháborítónak ezt a közjegyzői trükköt. Mert állandóan megy az átlag ember, a kisember jogfosztása. Gyakorlatilag hiába vannak ilyen meg olyan törvénykönyvek, meg bíróságok is, nem ér semmit. A gyakorlatban a kisember az ő érdekeit ebben az országban nem tudja megvédeni. Csak valamiféle összeköttetés alapján tud valami védelmet szerezni, mert van egy sógor, meg egy koma, aki valahogy oda jut, ahova kellene jutni ahhoz, hogy valami kellemetlenségtől őt megóvja. Ez nem jogállam, ez nem demokrácia. De ami a lényeg, az az, hogy itt még nem jött létre ebben az országban egy olyan elit, amelyik komolyan veszi az átlag, a kisember ügyét. Na most a sikeres demokráciának éppen ez a lényege. Éppen az a lényege, hogy nem az van, hogy a munkavállalókorú lakosság fele abba a helyzetbe süllyed, hogy nem tudja saját magát ellátni, nem tudja kitermelni a saját maga ellátásához szükséges forrást, hanem az van, hogy a politika elszántan, küzdve, kudarcok árán is olyan embert farag a kisemberből, aki többet tud termelni, mint amennyit fogyaszt. Ez a nagy trükk. Ez a sikeres gazdaságok sikerének a kulcsa. Ellátja őket azokkal az ismeretekkel, képességekkel, fegyelemmel, a szorgalom iránti elkötelezettséggel, a munkakedvel, az alkotókedvel, a felelősségtudattal, a család iránti elkötelezettséggel, és így tovább, aminek következtében az a kis átlag ember egy félig meddig többé-kevésbé becsületes kis átlag ember, egy becsületes, megbízható, kiszámítható, eredményes életet tud élni. De ebben az országban, kiemelten az rendszerváltás óta, ez nem téma. Ilyen gazdaság és társadalompolitika ebben az országban nincs. Legfeljebb az van,
hogyha a politika észlelő, hogy a kisember most már nagyon-nagyon forrong, most már tényleg baj van, akkor ad neki egy kis pénzt. Ugye megkavarja a paklit, és akkor itt van neked rezsicsökkentés. Na, maradj csöndbe. De ez nem társadalompolitika, ez nem gazdaságpolitika. A sikeres nemzetek nem ebből állnak össze. A sikeres nemzetek abból állnak össze, hogy a társadalom legnagyobb része részt vesz a társadalom mindennapi alkotó életében, és alkot, és csinál, és termel, és dolgozik, és örömét leli benne, hogy csinál, és alkot, és dolgozik. Végfutott a fejembe a Európa, meg a világ, hogy hol vannak ilyen társadalmak. Jutott eszembe Svájc, az kívülről teljesen ennek látszik. Közben azért az is eszembe jutott Svájccal kapcsolatban, hogy ott van egy hatalmas bankrendszer, ami igen jelentős jövedelmeket beszív magába, és valahogy ilyen lejuttatja a társadalomba. Aztán próbálok tovább menni. Hát a skandináv országok is eszembe jutottak, de mondjuk Norvégiában egy hatalmas olajkincsen ülnek, Svédországban. Nincs olajkincs, de nincs semmilyen kincs. Dániában nincs semmilyen kincs, az égvilágon semmilyen. Ez igaz, igen. És a világ harmadik leggazdagabb országa. Egy főre vetítve fajlagosan. Hollandiának semmiféle kincse nincs. Igen, de Hollandiában meg az jut eszembe, hogy volt egy komoly gyarmatbirodalom, és onnét elég sok minden bejött az országba, tőkefelhalmozásképpen. Mese. Ez már egy régen-régen lejátszott lemez. Amióta a gyarmatoknak vége van, az a világ óriási átalakuláson ment át. Hollandiának, most egyszerű. Ezt visszaadnám. Hollandiának, csak hogy egy Hollandiának ragadjunk meg egy egyszerű ténynél. A hollandok fele akkora művelődés alatti mezőgazdasági területen rendelkeznek, mint Magyarország. A fele akkora mezőgazdasági területből ők 4 és 1/4-szer annyi vagyon teremtenek, mint mi. Tehát több mint 8-szorosan annyira hatékony az ő mezőgazdaságuk, mint a magyar. És miért? Mert az ő mezőgazdaságú területüknek a 43%-a öntözés alatt van, a kevesebb, mint 2% magyarral szemben. Akkor, amikor nekik óriási technológiai gondjaik vannak a sós víz kiszorításával kapcsolatban, ami nem egy egyszerű feladat. Magyarországon ugyanakkor bejön az országba minden 10 évben legalább 2 árvíz, és minden 10 évben van legalább 3 aszály. Tehát a magyar éghajlati körülmények között a magyar mezőgazdaság 10 évet 5 évből kell, hogy előteremtse 10 év eredményét. Azért, mert egyszerűen nem vagyunk képesek egy normális, hatékony, eredményes öntöző rendszert létrehozni. Ott a víz, évente 2,5 balatonnyi vizet tessékelünk ki az országból. Nem használjuk fel, nem kell. Menjen ki. Nehogy már itt maradjon. Ne? És akkor ott van az óriási hatékonysági különbség. Eltöltjük az időnket azzal, hogy veszekszünk, nagy elméleti vitába bocsátkozunk a nagy gazdaságok és a kis gazdaságok között. Ez egy teljesen meddő vita. Egy holland orchidea termelő 4 hektáron több vagyont hoz létre, mint a magyar kukorica termelő 400-on. Mert az orchidea termeléséhez fűződő hozzáadott érték akkora. De ha mi
alapanyagokat, alacsony hozzáadott értéket akarunk termelni, ugye, gabonaféléket, ha? Akkor ez van. Akkor nem kell az öntözés, hát akkor majd lesz, ahogy lesz. Tehát az a törekvés, hogy okosabban, hatékonyabban, magasabb színvonalon termeljünk és élünk, éljünk, az náluk megvan. Az egy adott körülmény. Én ezt itt nem látom. Adalék hozzá. Itt a mezőgazdaságról volt szó. Magyarországon nagyon sokan mondják, hogy igen, a mezőgazdaságba kell befektetni, munkaigényes, technológiaigényes, észigényes ágazatokat, gyümölcstermesztés, zöldségtermesztés, és így tovább kell csinálni, mert ebben van a jövedelem, ebből lesz vagyom. Ehhez képest a terület alapú támogatások igénybevételének egyszerű és gyors volt amiatt, a mezőgazdaságban jelentősen tolódik el a egyszerű gabona termelés irányába a termékszerkezet. Mert a jövedelem az megvan a terület alapú támogatásból, 60 ezer forint per év, akkor már csak nullszaldósak ki kihozni a termelést, és 100 hektár földből egy család úri módon megél. Hogyha meg 10 000 hektárok fölött diszponál, akkor még úri módon élnek meg, és veszik ki 3-4 mezőgazdaságban nagyban érdekelt, és lehet, hogy önök által ismert nevű csapat a uniós ilyen jellegű támogatásokat. Előbb említett és elmondott hollandi példához kapcsolódóan újra felmerül a kérdés, és valószínűleg nem tudjuk ma este megoldani a dilemát, hogy miért van Hollandiában olyan attitűdje a holland mezőgazdálkodónak, hogy tanuljon, szorgalmasan dolgozzon, a tőkéjét akkumulálja a tevékenységébe, és ezzel újabb és magasabb szintre fejlesz-e, és miért nincs meg ez bennünk. Lehet azt mondani, hogy ugye ott a protestáns kultúra másképp működik, mint nálunk, de a Debrecen környéken nálunk is van egyféle protestáns kultúra. Lehet azt mondani, hogy ők a ügyet pár száz évvel korábban kezdték, de mi is elkezdtük most már 20-néhány éve, meg előtte is volt némi időszak, amikor próbálhattuk gyakorolni a piacgazdaságot, ha nem is kimondottan a szabad piacgazdaságot. Azt gondoljuk, hogy a példák azok megvannak, a hozzájuk való útat meg folyamatosan tán elvétjük. Mi a megoldás? És erről kell gondolkodnunk, és nyilván mindnyájunknak erről kéne gondolkodni, meg hozzátenni azt, amit hozzá tud a saját képességei szerint tenni. Aztán, hogy ez majd sikerül, azt az idő nyilván eldönti, az majdnem biztosnak látszik, hogy a nagy pártok politikai váltógazdálkodása egyáltalán most váltógazdálkodás előtt állunk, az nem ebbe az irányba vezet. Tehát rajtunk a sor, és kérdezném, hogy valakinek van-e gondolata ehhez. Professzor úr hivatkozott egy beszélgetésre egy üzletemberrel, egy szállodában, és érdekelne, hogy ez melyik évben történt. Tehát 92-ben vagy 3-ban. 92 vagy 3, tehát... És meg is mondom, hogy kiről van szó. Nem különösebben érdekel. Igen. Na most szó volt a korrupcióról. Én úgy látom, hogy Magyarországon a korrupció az egyik központi probléma, és amíg ezt nem oldjuk meg, addig nem fogunk tovább lépni. A korrupció viszont nem csak a
gazdaságban van jelen, hanem a médiában is. És én itt igenis, hogy egy kicsit ellent mondanék a professzor úrnak, mert mondta, hogy az LMP korrupciós ügyekben nem volt jelen. Tehát én ezt elfogadom és el is hiszem. Viszont én emlékszem rá, hogy anno 2008-ban, ha jól emlékszem, mikor az LMP még meg sem alakult, akkor milyen média támogatást kapott Schiffer András. Tehát bocsánat, azért az, hogy az ember a médiában megszólalhat, és egyáltalán szót kap, és oda bekapja a mikrofont, úgy, mint én itt, és én ezt nagyon megköszönöm, az is egyfajta előjogot jelent. És egy dologra azért fel szeretném hívni a figyelmet, tehát ezt nem szabad egyszerűen a kis embereknek a felelősségére felróni, hogy ők nem tudnak választani a között, ami nincs is. Mert professzor úr felhozta, igenis, hogy hát a magyar társadalom valamilyen formában felelős. Felelősek vagyunk, de mindnyájan. És itt elsősorban a felelősség különböző mértékére szeretnék mutatni, mert nem egyformán felelős az a kisember, aki az utcán van és elmegy szavazni, vagy nem megy el, és az a politikus, vagy az a bankár, vagy az a nem tudom én milyen hivatalnak. Köszönöm szépen. Nem értünk egyet. Hát elsősorban megjegyezném, hogy ha az LMP erkölcsi tévejgése abból áll, hogy Schiffer András 2008-ban média felületet kapott, akkor már bocsátassék meg nekem, hát eléggé komolytalan ez az állítás. Ahhoz viszonyítva, amikor milliárdok mennek ki az államkasszából különböző emberek zsebébe. Tehát ez azért nem összehasonlítható. És nyilvánvaló, nem gondolom, hogy ezzel azt akarta sugallni, hogy Schiffer András vagy valaki lefizette a médiát annak érdekében, hogy Schiffer András 2008-ban média felületet kapjon. Én kapok média felületet, egy fillért se fizetek senkinek, nem is jelentkezem érte, tehát én még soha nem hívtam fel egyetlen újságot, vagy tévéállomást sem, hogy tessék rólam írni, vagy tessék engem meghívni. Ha meghívnak, elmegyek, elmondom a mondani valómat, és ha nem hívnak meg, akkor nem foglalkozom vele. De van média felületem. Na most... Én ezt a felületet a legjobb tudásom és a társam érdekében próbálom felhasználni. Nekem ebből semmiféle személyes hasznom vagy előnyöm nem származik. Életem javarészét nem is itt töltöm, hanem Angliában. Tehát teljesen. Na most nem tudom elképzelni, hogy Schiffer András a 2008-as szerepléséből valamiféle gazdasági előnyre tett volna szert, hogy ennek következtében 100 milliók vándoroltak volna a Schiffer féle családi kasszába. Ezt kizártnak tartom. Ugye? Tehát nem erről van szó. Ami a kisember erejét a nagyemberrel szemben illeti, ez tényleg így van, a kisembernek kisebb az ereje, mint a nagyembernek. De az, hogy ő neki az ereje kisebb, nem mentesíti őt attól, hogy az erejének megfelelően azt az erőt gyakorolja. És ha többre nem jut abból az erőből, mint arra, hogy hogyan választ egy önkormányzati képviselőt, vagy egy országgyűlési képviselőt, vagy hogyan gyakorolja az egyébként számára többé-kevésbé biztosított jogokat, akkor vessen magára. Tehát ha a kisember nem képes azt mondani, nekem elegem volt ebből a korrupt világból, nem kérek belőle, meg foglak büntetni.
Ugye? És ha nem tudja ezt vállalni, ha nem tud annyi szolidaritást kialakítani a többi kis emberrel, hogy együttesen ezt kommunikálják, mert mindegy retteg és fél, hogy elveszíti az állását, mert van ilyen, ugye van ilyen félelem, akkor nincs kiút. Meg kell mondanom, hogy nincs kiút. Ne várjanak csodát. Nincs kiút. Nincs gazdasági huszárvágás. Ezért kezdtem az egész előadásomat arról, hogy Arisztotelésznek és követőinek igaza volt. Erkölcs nélkül nincs társadalom, és társadalom nélkül nincs gazdaság. A gazdaság egy társadalmi tevékenység. A remete nem egy gazdasági szereplő. Ő ott ül a barlangjában, és remetézik. Társadalmi a gazdasági tevékenységhez egy másik emberre van szükség, meg egy másikra, meg egy harmadikra, meg egy negyedikre. És ahhoz, hogy ez meglegyen, emberi kapcsolatokra van szükség. És emberi kapcsolatok, erények és erkölcs nélkül nem jönnek létre. Ez nem vicc. Ez egy halál komoly dolog. Nem lehet a másikat becsapni. Nem lehet átverni. Kornai Jánosnak nemrég megjelent egy szenzációs tanulmánya, erre közgazdasági tanulmánya erre vonatkozólag, rövidített változatát lehozta az Élet és Irodalom, hosszabb változatát, a tudományos változat, ami egy gyönyörű szépen van megírva, megjelent a Corvinus Egyetem közgazdaság című folyóiratában idén tavasszal. Második szám, az idei második szám. Figyelmükbe ajánlom, hogy milyen romboló hatása van a legkisebb korrupciónak is. Nem lehet. Nem fog működni. Szét fog esni. Szétroncsolja az egymás iránti bizalmat és szeretetet. És egymás elfogadását. Egymás támogatását. Egymás tiszteletét. Szétroncsolja. És akkor nem megy. Nekünk az a társadalmi feladatunk és kötelességünk, hogy igenis segítsük egymást arra, hogy a másik nagyon jól tudja végezni a dolgát, és a másiknak az a dolga, hogy ő mindent megtegyen, hogy jól végzi a dolgát. Ez az ő becsülete. És amikor jól végzi a dolgát, akkor őt meg kell becsülni, és tisztelni kell azért, mert jól végezte a dolgát. És nem belerúgni, és beletaposni, és kirúgni, és mit tudom, mit csinálni vele. Ez nem mehet így tovább. Tehát én itt tudnék előadni holnap reggelig közgazdasági programokat, hogy mit kellene csinálni az adórendszerrel, meg a Magyar Nemzeti Banknak hogy kellene monetáris politikát folytatnia, stb. Megírom tanulmányokban, nem érdekes, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy fel kell ébrednünk. Ez a nemzet, ez a társadalom egy erkölcsi mocsárba süllyedt. És az erkölcsi mocsárral jár a gazdasági nyomor. És ha az elsőből nem tud kiemelkedni, a másodikból soha nem fog kiemelkedni. Én szeretném megkérdezni a professzor úrtól, hogy mi a vélemény az egykulcsos adórendszer bevezetéséről. Az, hogy rossz. Akkor egyetértünk. És hogy miért nem verte ki a biztosítékot a társadalomban? Hát nem tudom. Ugye rossz. Na most alapvetőbb gazdasági megfontolásból is rossz. Meg is írtam abban a pillanatban, amikor ezt előterjesztették. Ez meg is jelent, azt hiszem, és nem is tudom melyik újságban. Hogy ugye gazdasági szempontból a helyzet az, hogy az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők értelemszerűen az egész jövedelmüket a létfenntartásukra fordítják, tehát elköltik az egészet. Tehát az ő jövedelem felhasználásuknak van a legmagasabb kereslet
pezsdítő intenzitása, mert az egész a keresletre megy. Mennél inkább megyünk felfele a jövedelmi skálán, ugye, ez annál inkább lankad. Ne? Tehát a gazdagabbak csak annyi kolbászt tud megenni, amennyit megeszik. Ne? Ráadásul mi magyarok abban a helyzetben vagyunk, hogy a luxus cikkek nem itt készülnek, tehát amikor a gazdagok luxus cikkeket vásárolnak, akkor az import, tehát az a pénz kimegy az országból. Ne? Tehát az a jövedelem átalakítás, ami a gazdagok zsebébe több pénzt hagy, ne? Az teljesen kontraproduktív, mert nem segíti a kereslet kialakulását. A kereslet kialakulásának a hiányában nem lesz beruházás, mert mire ruházzak be, a kutyának se kell, amit termelek, ne? És a beruházás hiányában nem lesz munkahely. Lesz import, meg lesz külföldi utazás, ami egyenértékű az importtal. Tehát egyszerű gazdasági megfontolás alapján az elképzelés hibás. Ne? Na most erkölcsi, és hozzáteszem, erkölcsi és gazdasági alapon mindenek következtében a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezők és a legmagasabb jövedelemmel rendelkezők közötti különbség az EU-ban Magyarországon a legnagyobb. A legmagasabb jövedelemmel rendelkezők 9-szer akkora jövedelemmel rendelkeznek, mint a legalacsonyabbak. Az EU-s átlag 6,5, 6,8. Ne? Na most ez az utóbbi években jött létre. Ez az olló már kezdett kinyílni, tehát ez nem új. Ez sem egy új jelenség. De nagyon eldurvult az Orbán kormány idejében. És számos más, nem csak az egykulcsos adó, számos más adózási és egyéb tényező hozzájárult ahhoz, hogy a legszegényebbek és a leggazdagabbak közötti jövedelemkülönbözet nagyon csúnyán, nagyon durván kinyíljon. És éppen az említett országok esetében ennek az ellenkezője a jellemző. Mert nagyon vigyáznak, hogy ne így legyen. Professzor, nem bírom megállni, hogy még egyszer ne kérdezem, vagy ne fejtsem ki a véleményemet arról a dologról, hogy mindig azt tetszik mondani, hogy összefogás. Tehát valamilyen szinten a társadalomnak, az embereknek össze kell fogni, hogy ezen az egészen változtassuk. Na most egy jó pár éve, mondjuk úgy, hogy 10 éve igazából annyira megosztott lett a társadalom, hogy képtelenség összefogni. Az egyik oldalon van egy úgynevezett szabadságharc, annak van egy szabadságharcos társaság, vagy réteg, akinek van egy vezetője. Igen. A másik rétegnél nincsen. Annyira az is szétforgácsolódik, hogy egyszerűen nem lehet ezeket összefogni. És ez a társadalomban is látszik, a gazdaságban ugyanúgy. Addig, amíg a 90-es években lásd a taxis blokkád, most sokkal nehezebb egy gazdasági embernek, aki nap mint nap a gazdaságból él, tervezni, előre menni, bármit is létrehozni, mert kiszámíthatatlan minden. És nem csak a mi részünkről nem merünk, és nem merünk befektetőket sem, mert nem tudjuk távlatokat nyitni, hogy holnap nem-e fog változni, nem-e lesz. Na most ez igazából én azt hiányolom, hogy nincs olyan vezető, aki mellé föl lehet ez ellen konkrétan állni. Nem tudok a palettán. Erre egy példát mondok, hogy, és a megfélemlítés, azt is tetszett említeni, hogy mennyire meg vannak félemlítve az emberek, egy konkrét példát mondok, a trafikmutyi. Én egy szervezetnek a vezetője vagyok a kereskedőknél, és megkerestek ilyen 20-an körülbelül, vagy még többen is, amikor ez a trafik dolog kijött. Én Táton lakom, nálunk egy szlovák állampolgár nyerte meg a trafikot.
És eljöttek oda a kereskedők, hogy hát tegyünk ellene valamit. Most mondom, jó, gyerekek, akkor megírjuk a levelet, én továbbítom a felsőbb szerve, de egyet kérek, szedjetek össze, minél többet írjátok alá. Megírtuk a levelet az ügyvédnőmmel, kézzel, mikor arról volt szó, és mentem oda az emberekhez, egyedül maradtam. Na most abból a 20 emberből most 3 már be is zárt a boltot, mert meghalt. Tehát a kereskedőben ez van, nem tudta túlélni a trafik dolgot, azt a veszteséget, plusz bejött most a pénztárgép, kész vége. És mégse lehet összefogni. Tehát tulajdonképpen még egyszer az, hogy igazából lehet itt, és minden politikus, és mindenben összefogás ez az, de nincs egy zászlóvivő. Én ezt hiányolom. Igaza van. Köszönöm. Tehát én sajnos azt tudom mondani, hogy szeretném azt mondani, hogy nincs igaza, de teljes mértékben igaza van. Tehát ez van, ez az állapot, ez a helyzet. Az ember csak reménykedni tud, hogy egy ilyen személyiség, vagy ilyen csapat, vagy ilyen csoportosulás előtérbe kerül, és meg tudja ezt oldani, felvállalja a konfrontációt Orbán és társaival, és nem fél tőlük. Nem? De igaza van, ez a láthatáron még nem tűnt fel. Én azonban azért felhívnám a figyelmet arra, hogy nem véletlen, hogy nem tűnt fel. Tehát azért itt van egy a társadalom mélyében rejtőzködő gond. Ugye? Ez a társadalom, tehát másképp fogalmazva, alapjában véve a magyar politikai alku a társadalom és a hatalom között arról szól, hogy a társadalom támogatja a hatalmat és elfogadja a hatalmat, ha cserébe a hatalom ígéri, hogy gondoskodni fog róla. Ez a magyar társadalom elvárása az, hogy a hatalom gondoskodjon róla. És cserében, ezért cserében hajlandó a legnyavajásabb, korruptabb, tisztességtelenebb hatalmat is hatalmon tartani. Mindaddig, amíg úgy érzi, hogy ez a hatalom még hajlandó képes valamilyen mértékben róla gondoskodni. Amikor aztán kiderül, hogy a hatalom erre nem képes, vagy igazán nem is volt sose ilyen hajlandósága, akkor a magyar társadalom hagyományosan felrobban, fellázad. És akkor nagy baj van. Ja? De ez az alku, hogy valahogy a hatalom gondoskodjon róla, eznek nagyon mély a gyökere. És azért, mert az elvárás az, hogy a hatalom gondoskodjon róla, ő nem fog a hatalommal újat húzni. Mert ez az alku. És ez beleszívódott a társadalom szerkezetébe. Ne? Nagyon nehéz ezen változtatni. Ez kétségtelen. Remélhetőleg az fog bekövetkezni, hogy azért előbb-utóbb ennek a társadalomnak, ennek a helyzettel elege lesz. És valahogy, valamilyen formában lesz valami változás. Mert valójában ez nem mehet nagyon sokáig tovább így. Tehát ha tényleg a dolgok gazdasági, tehát komoly gazdasági tényezőit tekintjük át, akkor kétségtelen, nem vitatható, hogy ez a gazdaság elvesztette a növekedési és fejlődési képességét. Egyszerűen nincs benne, mint ahogy néha szoktam mondani, nincsen benne kakaó, nincsen benne energia, nincsen benne alkotó erő. Ez a gazdaság vergődik. Ahogy tetszett mondani, egy kiszámíthatatlan, zűrzavaros, önkényes világban próbál lavírozni, valahogy ellenni. Nem működik.
És ilyen értelemben a világ ma kegyetlenebb, mint 25 évvel ezelőtt volt. A verseny óriási. És aki nem tud lépést tartani a versennyel, az nagyon-nagyon nagy bajba kerül. És mi nem tudunk lépést tartani a versennyel. Tehát ma már az egyetlen olyan ország vagyunk Európában, amelyik még nem ért el a 2005-ös GDP szintjét. 2005-ös. Nem sokkal 10 éve az eredményünk nulla növekedés. A kumulatív eredményünk 10 éve nulla növekedés. De itt tartunk. De teljesen egyetértek. Sajnos. Na, hát akkor... Kezembe került nekem egy könyv, aminek az a címe, hogy Miskolctól Oxfordig. És most az nagyon érdekes volt, az augusztusban olvastam el, és végül is a vége különösen megragadott engem, hogy a professzor úr mi mindent tesz ott. Úgyhogy azt be is ültem az autóba, és elmentem oda. Mondom, hát ha ér valami benyomás engem. És ott végigmentem az autóval szép lassan mindenfelé, hogy hát ha valamit találok, valamit érzek, amit nem tudom mi. Azt hiszem éreztem is, amit én nem tudok megfogalmazni. Egy emberrel beszéltem is, talán az a professzor úr alkalmazottja volt, mert ott a ház előtt beszéltem egy pár szót. Szóval általában nem szereztem rossz benyomást, ugye azokat a dolgokat nem tudtam megtalálni, amit a professzor úr elmondott, és amit konkrétan tett azért, hogy ez valami indulás bekövetkezzen ebbe az országba. Na most az a kérdésem, hogy rövid legyek, hogy Somogy megye az tele van ilyen zsákutcákkal. Igen, zsákfalukkal. Zsákutca, vagy ami akar. És ez a kisasszond is végül is olyan. Nagyon szimpatikus volt nekem, hogy nem egy csodálatos út vezet oda be, hanem vannak hibák benne, meg zögykölődés, meg gödör, meg minden. De most csak az a kérdés, hogy a professzor úrnak van-e ott valamilyen kapcsolata, baráti köre, hasonló gazdasági, vagy, és azokkal tartja is a kapcsolatot ott, és akik hasonlóképpen csinálják, és akik nem írtak még ilyen könyvet, vagy... Tehát, hogy én végül is ugye a magam kis 69. évével, mert én 45-ben születtem, és sok mindenbe hasonlítok a professzor úr, ami most nem tartozik ide. Nem úgy, hanem a külföldre menettel, meg az 56, meg az édesanyám, meg a stb. Sok minden. Tehát én nagyon éreztem a professzor úrnak azt a dolgát, ami nem az Oxfordhoz tartozik, hanem a itt-ott. És ez egy olyan reményt adhat-e nekem arra, a 69 éves korban, hogy itt valami azért még lehet, és nem a professzor úr egyedül egy némó kapitány itt, hanem tud, nem kell, én nem kérek neveket, csak hogy van-e ilyen. Köszönöm szépen. Van is, meg nem is. Tehát vannak rügyek, vannak biztató jelek, de nagyon kevesek. Azért, ami elhangzott korábban. Tehát pontosan azért, amit az előző úr elmondott. És az a nagyon szomorú, hogy sok számos ottani tehetséges ember feladja. Tehát jön egy földbutyi. Na most, ugye, neki kellene 20 hektár ahhoz, hogy az ő gazdasága tényleg működőképes legyen. Minden oka megvan, hogy megkapja azt a 20 hektárt. Tehát minden szempontból megfelel, és nem kapja meg. És akkor összeomlik. De? Tehát itt van a kutya elásva, hogy mit tudom én, ott van egy család, amelyiknek van egy kis tehenészete, és óriási mennyiségű munkát végeztek. Nagyon becsületes, tisztességes család,
mindent bele, mindent bele. Nye? És összevesztek, összevesztek, rosszul néztek a helyi polgármesterre, valami okból kifolyólag, és azonnal jött az inspektor megvizsgálni, hogy az EU-s támogatással felépített trágyatároló megfelel a feltételeknek. És az inspektor kimutatta, hogy nem felel meg, ők a trágyatároló felépítésére kaptak, ha jól emlékszem, 850 ezer forint támogatást, kolosszális összeg, és mivel nem feleltek meg, és család módon szerezték be ezt a 850 ezer forintot, 3,5 millió forint bírságot róttak ki rájuk. Nincs 3,5 millió forintjuk. Nincs. Ne? Na most, a trágyatároló megfelel. Tehát nem igaz, hogy nem felel meg. És a szemükben röhög az inspektor. Hát nekem azt mondták, hogy ne feleljen meg. Nekem ez a dolgom. De megfelel. Ugye? Na most, mit csinál ez a család? Nincs pénze, hogy menjen pereskedni. Ugye? És majd előbb-utóbb előkerül ez a rohadt polgármester, aki megmondja nekik, hogy milyen feltételek mellett tudnak ettől a tehertől megszabadulni, mert ő a nagy polgármester, majd ezt megoldja. Ez így működik. Ugye? Nekem van egy gazdaságom, van 40 tehenem, és egy kis sajtüzemem. Ugye? Most ennek a gazdaságnak az egyik csücske egy 19. század óta nagyszerű legelő, mert ez egy ilyen völgyecskében van, és állandóan szivárog a víz. Igen, tó is van, igen. És ilyen igazán kövérfű nő, még a rondább aszályos időszakban is. Ugye? Nagyon kulcsfontosságú ez a legelő, mert akkor jön az aszály, ez a mencsvár. Tehát ezzel oldjuk meg. Ne? Egy másik földdarab, ami vacak, nem jó termőföld, én betelepítettem oda 20 000 tölgyfát. Ne? Hogy legyen egy erdő. Ki jön az erdészet, hogy hát felügyelje, hogy jó volt-e a telepítés. És hát nem igazán tudnak mibe belekötni, mert tényleg rendesen lett megcsinálva, de azt mondják, hát azon a legelőn, ahol a tehenek legelnek, ott nem szabad legeltetni. Mondom, hát hogy? Hát mi 6 évvel ezelőtt azt a parcellát átminősítettük erdőnek. És erdőben nem lehet legeltetni. Mondom, hát jó, hát én már öreg vagyok, és kicsit kótyagos, de én nem emlékszem, Isten bizony nem emlékszem, hogy erről a döntésről kaptam volna valamiféle értesítést. Ugye azt mondja nekem az erdészet, hát persze, hogy nem tetszett kapni, nekünk nincs kötelességünk, hogy önt erről értesítsük, a mi kötelességünk az, hogy a körjegyző fali táblájára egy hétre kitűzzük a végzést. Most a körjegyző tőlem 4 faluval arrébb van, ugye? Tehát ebben a jogállamban nekem az a dolgom, hogy hetente menjek 4 faluval arrébb megnézni a körjegyző fali tábláját, hogy megtudjam, hogy az erdészet vagy valamilyen más hatóság milyen őrültségeket talált ki. Na most már annyira azért ismerem az országot, hogy ennek a történetnek nem itt lesz a vége. És nem is itt lett a vége. Olyan 6 hétre rá megjelenik a kapunál egy emberke. És nagy tisztelettel, professzor úr, stb. Élvezettel hallgatom, jó. Bemutatkozik, hogy ő nyugalmazott erdész. És hogy ő ezeknek az átminősítéseknek a szakembere. És hogy ő mintha most nemrég a régi kollégákkal meglátogatta, hogy az irodában,
és mintha a folyosón hallott volna valami olyasmit, hogy itt valami átminősítési gond keletkezett. És hogy hát ő tudna ebben segíteni, hogy ez megoldódjon. És mondom neki, hogy ez roppant kedves, és mondja nekem, ez mennyibe kerülne, hogy ezt megoldjuk, ugye? Utána kell néznem, mondja ő. Nem? Utána is nézett. Visszajött. Professzor úr, jó hírem van. 350 000 forintból megoldjuk. Na? Ugye? Na. Tehát 350 000 forintot az erdészeknek zsebbe visszaminősítik legelőnek. És kifizette? Nem. Nem. De most perelek. És megmondtam az emberkének, tudja, rosszul számított. Bementem Kaposvári ügyvédi kamrába, megtaláltam a legjobb ügyvédet, és a perköltségeim kevesebbek lesznek, mint 350. Túlozta az ár, rosszul árazta be a megoldást. Igen. Tehát ugye, és most nekem nem akarok itt hencegni, meg bántani segíteni, nekem 350 000 forint nem gond. Tehát én a vagyonomat Amerikában és Angliában megkerestem, köszönöm szépen, nem vagyok dúsgazdag, de nekem nincsenek megélhetési gondjaim. Én ezt meg tudom oldani, nem érdekes, ugye? De a szerencsétlen barátom, aki küzdött becsülettel, és hát veszek tőle tejet, meg próbálom segíteni, hogy a sajtüzem, hogy veszek tőle tejet, ő nem tudja megoldani. Nem tudja megoldani. És ott van a 23-24 éves lány, ugye, aki megy. Ő neki ebből az országból elege van. És akkor ott van az óriási családi dráma, hogy hát a gyerek elmegy, és akkor ugye nekünk ez az egyetlen lányunk. És ez így megy. Tehát én ott is azt mondom, hogy jó, akkor, és hát most már az a polgármester tudja, hogy szervezem az egész közösséget, hogy erre a gazembere ne tessék szavazni, ugye tudja, majd meglátjuk, hogy mit talál ki, mit fog nekem átminősítetni, vagy valamilyen kedvességgel szolgálni. Na, köszönöm szépen akkor. Köszönöm. Viszontlátásra.